Képviselői beszámolók a testületi ülések fontosabb napirendjeiről, döntéseiről. Akkor az első napirendi ponttal az önkormányzat 22. évi költségvetés. Ferencváros önkormányzat képviselőtestületének május 26-ai rendkívüli ülésén elsők között tárgyalták Ferencváros önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítását, melyhez számos módosító is érkezett a frakciók részéről. A 2022. évi költségvetést végül elfogadta a testület. Elégedettek vagyunk a megszületett eredménnyel, ez egy jó költségvetési módosítás, mindent egybevéve. Valóban hosszú vita volt, nagy vita volt, gyakorlatilag ott folytattuk, ahol két hete abba hagytuk, de azt gondolom, hogy ez természetes, hiszen egy költségvetés módosításnál igazából mindenről beszélünk, ami a kerületben érdekes, a kerületben történik, kezdve a kultúrától, egészen a városrehabilitáción át, alapvető kérdésekről, hiszen talán nem túlzás azt mondani, hogy azért a legtöbb dologhoz, amit az önkormányzat megvalósít, ahhoz pénz kell. Innentől kezdve a költségvetés módosítás, amikor tulajdonképpen eldöntjük azt, hogy mire tudunk és mire szeretnénk költeni, az alapvetően meghatározza minden olyan területet, amivel az önkormányzat szeretne foglalkozni, úgyhogy ezért teljesen jogos, hogy ilyenkor nagy viták zajlanak, hogy mire is költsünk. Talán azt lehet mondani, hogy most már két és fél éve folyamatosan egyfajta rendkívüli helyzetben vagyunk, és folyamatosan kell igazítani a költségvetésünket ahhoz, ami körülöttünk történik. Ebből a szempontból az első egy-két évünket ugye a koronavírus helyzet és annak gazdasági hatása, illetve a kormányzati reakciók határozták meg ennek a helyét, ha úgy tetszik, vette át az egyre növekvő infláció, úgyhogy ahogy mondjuk másfél évvel ezelőtt a pandémia miatt hoztunk létre egy ilyen tartalékalapot, most az infláció miatt kellett létrehozni egy ilyen tartalékalapot. Tehát ez annyiban meghatározza, hogy tudnunk kell készülni arra, hogyha egy beruházás, amit mondjuk most elindítunk, az abból mire mondjuk egy közbeszerzésen ajánlat lesz, addigra megnő annyival az építőipar költsége, hogy ki kell pótolnunk. Most ez a költségvetés amellett, hogy sok fontos beruházásnak megteremtette az alapját, gondolta arra, hogy egy több százmillió forintos ilyen inflációs tartalék legyen, amiből be lehet majd tenni ezeket az összegeket. Ez a kiadási oldal. A bevételi oldalnak is szintén vannak bizonytalanságai. Itt most pont volt egy ilyen apró vita azzal kapcsolatban, hogy az iparüzési adó, ami ugye a legnagyobb bevételi forrása az önkormányzatnak, az vajon hogy fog alakulni. Ugye az infláció, az árnövekedés miatt egyébként a bevételek, egy vállalkozás bevételei nőnek, emiatt az iparüzési adó is nő, tehát előfordulhat olyan, például tavaly évben is ez történt, hogy az év végére több pénz folyik be egyébként az önkormányzathoz, mint év elején tervezte volna, de miután év végén folyik be, ezért elkölteni csak a következő évben tudjuk. Hát ugye évközben is azért elég sok költségvetés módosításunk van, ez egy zárszámadás utáni tulajdonképpen idei második költségvetés módosítás, ahol a zárszámadás pozitív számai alapján tudtunk beemelni még összegeket bizonyos kötelezően és önként vállalt feladatokra. Itt ugye igazából a vita az önként vállalt feladatoknak a súlyozásán volt. Mi azokat a módosító javaslatokat, amelyet a Torzsa, illetve Takács Krisztián frakcióvezetőtársaim javasoltak, mi ezeket a módosításokat el tudtuk fogadni. Tehát voltak benne olyanok, amiket mi támogatunk. Ugye ez Szobieszki 3-5 társasháznál vagy házaknál a kiürítés megkezdése, illetve ennek a tervezésének a megkezdése, ami egy teljesen mértékben támogatandó feladat, az idősügyi ellátással kapcsolatos módosítások. Ezeket mind tudjuk támogatni, olyanokat nem tudunk támogatni, ahol egy még be nem látható végű fejlesztésről próbáltak a városvezetés bennünket meggyőzni, képviselőket. Hála Istennek kevesebb sikerrel, tehát mindenki a józanész pártján állt a képviselőtestületben. Hát nem nagyon látjuk, hogy tulajdonképpen mi az, amit, tehát nincs egy terv erről, csak egyszerűen az, hogy ezt most meg kell csinálni. De azért ennek van egy előzetes felmérése, ugye azt, amit én is bizottsági üléseken már hiányoltam, tehát én itt most testületén újból nem mondtam el, hogy egyébként ennek a fejlesztésnek és annak, hogy ez valóban egy kiállító terem legyen, ehhez azért kellett volna egy tervnek, egy tervezési folyamatnak végigmennie, mi az, amibe kerül, mi a végösszege, amibe kerül, mire mit szeretnénk fordítani, és egyébként a várható hasznosításával kapcsolatosan milyen távlati
célok, tervek vannak. Tehát azért enélkül egy picit nehéz azért 50 millió forintról így első körben dönteni. Mi kértük a bizottság, gazdasági és közbeszerzési bizottság a tájékoztatót a jégpályán, amikor ez befejeződik, ez februárban befejeződött, azóta várjuk. Ugye igazából április 15-e lett volna a beszámolási kötelezettség határideje, azért ezen egy hónappal túl vagyunk, és most is úgy kellett kérni. Tehát így azért az emberben van egy, nem egy, hanem sok kérdőjel, hogyha nem látjuk tisztán a helyzetet. Arról nem beszél, hogy ez a beszámoló, ezt, ahogy a testületülésen is mondtam, nagyon sok mindenről szól, csak pont arról nem, amire mi kíváncsiak lettünk volna egyébként. És ugye mivel nem volt része a mai testületi ülésnek ez, így kérdéseket sem tudunk ezzel kapcsolatban föltenni, tehát azt gondolom a tervezési részével nem vagyunk elkésve, hiszen most nyár jön, tehát nem a jégpálya készítés most a fő feladatunk. Van időnk arra, hogy adott esetben egy évközbeni költségvetés módosításnál erre visszatérjünk. Végeredménnyel önmagában teljesen elégedettek vagyunk, hiszen több módosítót is készítettünk a költségvetéshez, és mindegyik átment, de ennek a mélységét ugye az is érzékelteti, hogy a módosító is még több ízben módosítanunk kellett volt, ahol ez egy esetben hibát vétettünk ott. Ugye pontosítanunk kellett volt, ahol még további szakmai segítséget kellett kérnünk technikai dolgokban, de ugye módosításra került sor még itt a testületen is. Tehát én úgy érzem, hogy lehet, hogy Ferencvárosnak még nem volt olyan költségvetése, ami ennyire komoly tárgyalás alapját képezte, hisz ugye megtárgyaltuk egyszer, megtárgyaltuk az előző rendes testületi ülésen a második fordulóban még egyszer, akkor levettük napirendről, és most a harmadik esetben most is 2 órát beszéltünk róla. Például sport esetében volt a jégpálya, amit az alapvető ötletet egyébként szerintem mindenki támogatja, ott a kivitelezéssel voltak problémák, és ezért azt a projektet újra kell gondolni. Szociális területen most egyelőre nem a kiadások jelentik a problémát, hisz ugye az volt ezen a területen az akadály, hogy a rendelet nem volt jól megírva, most ez módosításra került, tehát például a szociális területre fordított támogatások nagy részben nem kerültek teljesen felhasználásra, mivel egyszerűen nem tudták az emberek igénybe venni, mert nem jogosultak rá, néhány forinttal túlléptek bizonyos határokon vagy sávokon, és akkor most ez a rendelet ez módosításra került, ez fel lett frissítve, és akkor így idén meglátjuk, hogy pontosan milyen számokat fog majd tudni hozni ez a terület. Sportra egyébként ugye a jégpályától függetlenül szerintem lehetne többet költeni, itt még az önkormányzatnak majd kell is lépnie. Ugye még mindig sajnos ott tartunk, hogy azért így a társasági életnek, ahova a sportesemények is beletartoznak, még mindig fel kell pörögnie. Tehát még az emberek még mindig szerintem nem szoktak hozzá, hogy ilyen események lesznek. Most itt előttünk áll a nyár, ekkor is lesznek majd sportesemények. Illetve hát az egyik legnagyobb téma az a tömbrehabilitáció. Tehát ott sajnos tényleg ott az a helyzet, hogy költségvetési fiskális hiány van, de ott olyan összegekről beszélünk, ami ameddig nem változik például a kormányzat, önkormányzatokhoz való hozzáállás, addig ez a téma nem is fog tudni sajnos felgyorsulni. Én a két frakció, ugye a Demokraták frakció és az Új Pólus frakció elkészített egy költségvetési módosító javaslatot, ami lényegi elemeit tekintve megkapta a képviselőtestületnek a többségét. Ennek a költségvetési módosító javaslatnak három szakpolitikai csoport lett a nyertes, az egyik az idősügyi politika, az idősügyi koncepcióra plusz pénzeket tudtunk behelyezni, illetve az idős ellátás átalakítására egy jelentős forrás biztosított a költségvetés. Fontos ez, hiszen ugye pontosan látjuk azt, hogy itt a kerületben nagyon sok olyan idős van, aki magányosan él, segítségre szorul, az ő támogatásoknak a megerősítése egy fontos politikai célkitűzés. A másik ugyanilyen nyertes terület az a tömbrehabilitáció. Jó hír, hogy a Szobieszki utca 3 és a Szobieszki utca 5 számú házakra sikerült beállítani annyi forrás, hogy idén elkezdődhet a kiürítésük. Ezzel most már kezd szépen lassan fölpörögni újra a tömbrehabilitáció, mi itt kértünk egy kis időt,
hogy elkészüljenek azok a tervek, át tudjuk tekinteni, hogy hol tartunk. Eltelt ez a két év, és most már azért szépen jönnek az eredmények. Így a költségvetésben ugye nem csak a házak kiürítése, de már egy háznak a gátutcában a felújítására is sikerült beállítanunk pénzt. Tehát ez mindenféleképpen jó lehetőség. Ugye ami vita volt itt a én köztem és a polgármester asszony között, hogy lehet-e még nagyobbat lépni a költségvetésbe a tömbrehabilitáció területén. Sikerült a vitában egy olyan kompromisszumos megoldást találni, ahol még egy picivel nagyobb mozgásterünk nyílt, így elindulhatnak azoknak a lakásoknak a komfortosítása is, amelyek a tömbrehabilitációnak mondjuk a vége felé vannak, de ott is emberek élnek. És a harmadik ilyen terület, ami szintén nyertese lett a költségvetésnek, az egészségügy. A Pipa utcai fogorvosi rendelőben fogunk tudni a fogorvosokkal közösen egy támogatási szerződés keretében vásárolni egy új panoráma röntgengépet. Ez egy digitális panoráma röntgengép lesz. Akik a Pipa utcába járnak fogorvoshoz, jó hír, hogy lényegesen kevesebb káros hatás éri majd őket egy ilyen sugárzás, egy ilyen felvétel során, és lényegesen jobb minőségű lelettel dolgozhatnak majd az orvosok. Ezt is sikerült a költségvetési módosításban most biztosítanunk a kerületben lakóknak. Azt azért ne felejtsük el, hogy amikor kialakítjuk a különböző szakpolitikákat, akkor mindig figyelembe kell vennünk a kerületnek a sajátosságait. Tehát egy olyan kerületben, ahol itt található a Nemzeti Színház, itt található az Iparművészeti Múzeum, itt található a Trafó, vagy például mondjuk a Budapest Park, ezek olyan helyi sajátosságok is beépülnek a helyi kultúrának a politikába, amihez csak egy kiegészítő kulturális politikát kell. Csak ne felejtsük el, hogy azért mi itt vagyunk a fővárosnak a közepén. Nagyon más kultúrpolitikát kell csinálni mondjuk Miskolcon, ahol tényleg az önkormányzat az egyetlen egy olyan szerv, amelyik a kulturális felelős, vagy egy kisebb településen, ahol tényleg nincsen más lehetősége az embereknek. Ez egy nagyon fontos szempont, és amikor mi a kultúrpolitikára gondolunk, akkor azt nézzük, hogy az egy olyan típus unikális kiegészítő, ami valóban egyébként a ferencvárosiakat meg tudja szólítani, hogy a helyi közösségeket tudjuk esetlegesen kisebb közösségi programokhoz juttatni. Mi ezt tettük egyébként, ezeket a szempontokat érvényesítjük a kulturális politikában. Ugye a Ferencvárosi Önkormányzat az unikális abban, hogy mi az év 365 napján működtetünk jégpályát kint ugye a József Attila lakótelepen a Toronyház utcában. Ide az óvodás csoportjaink mindig mehetnek. Tehát azért a Ferencvárosi Önkormányzat az, hogy a gyermekeink kocsajázni tudjanak, az biztosítja ebben a formában, és nem csak egy pár téli hónapban, hanem az év 365 napjában. Azt lehet látni, hogy azért városszerte igen sok korcsolyázási lehetőség van a téli időszakban. Azt nekünk majd szeptemberben kell egyébként mérlegelnünk, hogy a Ferencvárosban fog-e ilyen igény, illetve ilyen hiány jelentkezni. Én azt gondolom, hogy akkor kell és akkor érdemes a jégpályának a kérdésére visszatérnünk. A frakcióvezetőket arról is kérdeztük a rendkívüli testületi ülés végén, hogy mit tud tenni egy önkormányzat a jelenlegi háború által fenyegetett világpolitikai helyzetben, amely nagymértékű inflációt is hoz magával. Igen, elhangzott egy ilyen javaslat, hogy akár már az idejében is adott esetben decemberben már fogadjunk el egy költségvetést. Nyilván az azt jelenteni, hogy akkor, amikor az eddigi években úgymond normál menetrendben, mondjuk február környékén fogadtunk el egy költségvetést, addigra az már tulajdonképpen az első módosítás lenne. Van ebben ráció, vannak egyébként olyan kerületek, akik egyébként ezt így csinálják, jellemzően azok a kerületek, akik ahol mondjuk stabil bevételek vannak, tehát jobban tudják tervezni, de nekik is olyankor mindig van egy ilyen kiigazítási kör. Azzal kapcsolatban egyébként, hogy mennyi módosítás lesz még az idejében, biztos, hogy lesz, hiszen egyébként ezt negyed évente kötelező megtenni az önkormányzatnak, de ilyen mértékű, mint amiről most döntöttünk, ugye ennek az összege
az az úgynevezett szabadon elkölthető maradvány, tehát amiből friss beruházásokat tudunk elindítani, az egy ilyen 2,3 milliárd forintos összeg volt, ez egy nagyon nagy összeg a költségvetés egészéhez képest. Ekkora kiigazításra már, vagy ekkora újraelosztásra már nem lehet számítani, de az, hogy ezeknek a tételeknek, amik most bekerültek, ezek elinduljanak, ezekből elinduljanak a fejlesztések, azoknak viszont nagyon látványos hatása lesz a kerületben. Azt látjuk, hogy világos kormányzati intézkedések vannak, egyértelmű kormányzati irányvonal van, ahhoz képest én azt gondolom az önkormányzatot tudnak igazodni. Ami fontos ugye, hogy a kötelezően ellátandó feladatainkat el tudjuk látni. Ez ugye az árszámadásból is kiderült, hogy a tavaly évben sem volt likviditási problémája az önkormányzatnak, sem a kötelezően vagy az önként vállalt feladatoknál. Ugye itt az önként vállalt feladatoknál viszont csoportosítani és súlypontozni kell dolgokat, ugye azért nekünk fel kell készülni. Adott esetben, mint hogy felkészültünk már ugye a menekültek fogadására, testvérvárosunk Beregszász ugye Kárpátalján sajnos benne van ebbe a történetbe, úgyhogy én a bizottság ugye tárgy ülésezik, ezzel kapcsolatos döntéseket meghozzuk. Ugye ennek van a költségvetési vonzatai is, majd a későbbiekben valószínűleg ezeket akkor a módosításoknál meg tudjuk tenni, hogy ezekről döntünk. Tehát azért lehet előre tervezni. Szerencsére azt mondhatom, hogy én vagy tehát tulajdonképpen azt mondta, hogy én optimista vagyok, én nagyon bízom abban, hogy előbb-utóbb ennek vége lesz, és azért nem fogunk az őszi időszakban, mi már nem kell nekünk ezen gondolkozni az őszi időszakban. Egy önkormányzat erre sajnos felkészülni nem tud. Tehát ugyanúgy, mint ahogy a Covid-ra, egy önkormányzat hatáskörén és feladatkörén messze túlmutat ezeknek a helyzeteknek a kezelése. Ugye amit tudtunk mi a saját erőnkből, például a Beregszász megsegítésére azt megtettük, ezt szeretnénk ugye folytatni, tehát most például ugye, ahogy polgármester asszony is elmondta, beregszászi gyermekek fognak tudni a mi segítségünkkel nyáron táborozni, ilyen lehetőségeink vannak, de teljesen ilyen válsághelyzetekre egy önkormányzat szerintem nem tud és nem is feladata felkészülni. Szerintem az a költségvetési módosító csomag, amit mi adtunk, az nagyban erről szól. Tehát az volt a jellemző, hogy a nagyépítési beruházásokra az önkormányzat egybe betette a pénzt, és parkoltatta most a szónak a jó értelmében, tehát azt felelősen ott élt. Ez egy jó gazdálkodás abban az időszakban, amikor kicsi vagy nincs infláció, de amikor 10%-os az infláció, akkor pénzt parkoltatni nem egy túl okos dolog, ugye, mert mondjuk, hogyha egy 500 millió forintról beszélgetünk, egy 10%-os infláció esetén az 50 millió forintnak megfelelő pénzomlásról beszélünk egy év alatt. Tehát annyival kevesebb javat tudunk vásárolni 500 millió forintban. Erről szólt a mi költségvetési átcsoportosításunk, hogy olyan feladatokra tettünk át nagyobb pénzösszegeket, meg olyan költségvetési forrásokra, olyan költségvetési feladatokra csoportosítottunk át pénzösszegeket, amelyeket idén meg lehet csinálni, ilyen például a Szobieszki utca 3 vagy a Szobieszki utca 5-nek a kiürítése. Tehát a kérdés az nagyon jogos. Igen, tehát pont, hogy a mi javaslatunk szakmai szempontból is ezt alátámasztja, hogy az inflációhoz kellett igazítanunk egyébként a költségvetésnek a nagyobb tételeit. Hogy ebben lehetett volna esetleg nagyobbat lépni, azért nem olyan egyszerű dolog ez, mert ugye ilyenkor már május közepén nagyon sok program elindul, nagyon sok helyen lekötött pénzek vannak, tehát talán jövőre még jobban ezt figyelembe kell venni az inflációs kockázatot, de idén a korrekciót ezt igen, kezelte a mi javaslatunk. Én szóval ezzel a háborúval kapcsolatosan azért én, hogy fogalmazzam meg, én nehezen alkotok véleményt, hiszen azért a világpolitikában sem tudják sokan megmondani azt, hogy még milyen hatásokkal fog pontosan járni az, hogy a Ukrajnában, a szomszédunkban egy háború dúl. Azt se lehet még pontosan tudni, hogy az, hogy mondjuk például Lengyelország elzárta, vagy hát nem engedélyezi a oroszoknak a gázexportot, az milyen hatással fog járni. Tehát rengeteg olyan kérdés van, ami igencsak bizonytalanná teszi az, hogy ezeknek milyen hatásai lesznek egy ilyen háborúnak. Egy dolog biztos, mindenkinek az lenne az érdeke, hogy ez a háború minél előbb befejeződjön, és béke legyen a szomszédunkban.